Az első, amit elmondanék, az az, hogy talán a nyelvezet egy picit könnyebb. Tehát könnyebben tanuljuk meg ilyenkor a szöveget, ha egy picit mai a dolog, mintha mondjuk teszem azt egy vörösmartit, mondjuk egy vörösmarti csongor és tündéjéről lenne szó. Ez nyilván könnyebbség, talán az improvizációban is, ami a próbák során felmerül, abban jobban tudunk így mocorogni, sokkal könnyebben tudjuk elsajátítani esetleg a szöveget, ha úgy adódik. Ami inspiráció az a részemről, nyilván minden ember úton van, tehát a Tom is, akit én játszok, ezt a fiatal embert, ő is próbál olyan döntéseket hozni az életében, amiket úgy hoz meg, hogy ne befolyásolja más. És ez egy elég fontos kérdés a darab kapcsán, hogy ki tudja ez zárni azoknak az embereknek a véleményét, akik tulajdonképpen nem is igazán barátok neki, hanem a munkatársai. De ez természetesen a darab folyamán ki fog derülni, hogy ezt meg tudja-e tenni, és tud-e egy önálló döntést hozni a szerelemmel kapcsolatban, vagy belebukik. Azokat akarom hallani. Nekem nincsenek is szaftos sztoriaim. Ugyan már, mindenkinek vannak. Fele vagyunk velük. Mocskosak vagyunk, mindannyian. Mi az, hogy mindannyian? Mi? Az emberek, a magunk fajták. Háj, Carter, ez csak... Nézd, ez nem olyan gázos dolog, amit eltitkolnék előtte. Hidd el komolyan. Hát akkor? Ez csak... valami új. És még nem tudom pontosan micsoda. Nem tudom magam sem pozitív személyiségként beállítani, sem negatívként. Tehát a kettő között egyensúlyoz ez a fiatal ember, akit ugye Tomnak hívnak, mert ahogy elhangzik a darabban, hogy próbál jó ember, próbál jó döntéseket hozni, de valahogy a külső hatások miatt ez még nem sikerül neki. Fiatal ember ő, ahogy említettem az előző kérdésben is, úton van, tehát folyamatosan dolgozik önmagán, tehát elég eszes srácról van szó, de azok az emberek, akik körbeveszik, azok elég komoly hatással vannak rá, és nem tud olyan jó döntést hozni, amit tulajdonképpen szeretne. Ezért mondom, hogy nem pozitív és nem is negatív személyiségű, hanem persze a pozitív felé dől el a mérleg nyelve, hiszen ő jó ember, meg jót akar, csak annyira befolyásolható, annyira nem kiforrott személyiségről, nem tudatos személyiségről van mész, szóval, mint természetes, hogy fiatal srácról van szó, hogy így nem tudja meghozni azt a döntést, amit ő tulajdonképpen elvárna magától, és nem is talán magától, hanem amit elvárna a főszereplő hölgy, Helen. De ez egy elég bonyolult dolog, és ha a nézők eljönnek, akkor látni fogják, hogy a döntéseket mindig nekik kell meghozni. Ringat a víz, ringat a víz, hidd el, kedves, jobb, ahol kedves a tenger íz. Tudod, bevilágít a kapocintáshoz. Parancsolj! Köszi! Hát akkor... Gyerünk! Ugolj neki bátran! És te biztos vagy benne, hogy az ezért halott? Mert én úgy néz ki, mintha csak tettetné magát. Tuti biztos. De biztos? Nézd! Nem láttam, amikor kinyírták őket, de elvileg mire ide kerülnek, azt nem élik túl. Tudod, hogy imádom a kalandokat, de ha ez az izé rám pislog, én tuti befosok.
Nyugi, én sem szeretek lenyelni semmit, amit előtt a Discovery láttam, de... Hú, ez tényleg jó. Víz benne. Hát a Karinthi Színház ugye egy kisebb színház, tehát már maga a tér, hogyha a színészi mi voltomat nézem, már maga a tér egy kicsi, hangulatos, kevés nézőt befogadó kis tér, ahol nyilván a maga a színjátszás is és a darabnak az előadása is egy intimebb dolgot követel meg magától. Én most vagyok először itt. Tehát én nem voltam még a Karinthi Színház színpadán, nekem ez az első bemutatóm itt. Én Marcit, Karinthi Marcit, aki nagyon-nagyon sok munkát tett ebbe a színházba, én sajnos nem dolgozhattam vele, személyesen ismertem, de nem dolgozhattam vele, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. De azt tudom mondani, hogy nyilván egy kis színpadon máshogy kell működni egy színésznek, mint egy nemzeti, mondjuk csak említenék egyet a Nemzeti Színház színpadán. De én ezt mindig is közelebb éreztem hozzám, ezeket a picike kis műhelyeket. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon élvezem a munkát itt ezen a kis színpadon és ebben a kis műhelyben. Thank you.